Meghalt az a férfi, akit ebola fertőzéssel kezeltek egy dallasi kórházban. Közben már 5 ebola gyanús beteget különítettek el egy madridi kórházban. A spanyol miniszterelnök csak annyit mondott, hagyni kell, hogy az orvosok tegyék a dolgukat. Az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója szerint azonban elkerülhetetlennek látszik az ebola terjedése Európában. Annak az ápolónőnek az otthona előtt tüntettek a madridiak, aki már Spanyolországban fertőződött meg az ebola vírussal. A nő egyike volt azoknak, akik korábban egy Sierra Leone-ból hazatért papot kezeltek, aki a múlt hónapban halt bele a betegségbe. Az ápolónő mellett további 5 embert különítettek el a 3. Károly kórházban, ahol korábban már 2 belehaltak a vírus okozta vérzéses lázba. A vizsgált személyek közül 2 hamarosan távozhatnak a kórházból, mert negatívak lettek a tesztjeik. A további 3 emberről egyelőre nem tudni, hogy elkapták-e a kort. A spanyol kormányfő a megbetegedésekkel kapcsolatos bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az ország egészségügyi rendszere az egyik legjobb a világon, és hagyni kell, hogy az orvosok tegyék a dolgukat. Tudjuk, hogy mit kell tennünk. Az első, hogy természetesen segítünk a fertőzött személynek. A második, hogy megfigyelünk mindenkit, aki kapcsolatban volt vele. A harmadik pedig, hogy kivizsgáljuk, hogy hogyan történhetett fertőzés, mondta a miniszterelnök. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint a februárban kitört járvány eddig 7500 embert fertőzött meg, közülük több mint 3400-an meghaltak. Ez a legsúlyosabb ebola járvány a vírus 40 évvel ezelőtti megjelenése óta.